Decemberben adták át ezt a szén a téri sportparkot Nyíregyházán. Összesen 15 elemből áll, 150 négyzetméteres alapterületen fekszik, a biztonságot pedig gumiburkolat biztosítja. A Nemzeti Szabadidős Egészség és Sportpark Programnak köszönhetően az elmúlt években sorra telepítettek ilyen kondiparkokat a megyeszékhelyen. Kósárpát Kósa Árpád kabinetvezető azt mondta, a nyíregyházi önkormányzat igyekszik megteremteni a legkorszerűbb feltételeket a szabadtéri sportoláshoz. Több dologra figyelünk ilyenkor. Egyrészt arra, hogy abban a városrészben, ahova éppen telepítjük, egy olyan körzetbe kerüljön, ahol különösen nagy a lakosság népsűrűsége. Másrészt pedig persze arra, hogy egy olyan millióbe alakítsuk ki, ahol ez a látványát is javítja, feldobja az adott városrésznek. Szóval 18 épült eddig, most még 9 van folyamatban, illetve a 9-ből már azért néhányat átadtunk az első ütemben 2020. decemberében, most 2021-ben március Közepén volt újabb kondi parkok átadása. Ezek rossréd szőlőt, a stadion utcát és a kertváros óvoda utcáját érintették. A kabinat vezető hozzátette, a sportparkokat a visszajelzések alapján nagyon sokan használják, a legtöbb város részben ma már családok mindennapos programját jelentik. A kondiparkok használata egyébként a jelenlegi helyzetben is biztonságosnak mondható, a város kezelő ugyanis rendszeresen fertőtleníti az eszközöket. Azt gondoljuk, hogy nagyban hozzájárul ez ahhoz, hogy egy egyháziak rendszeresen mozogjanak. Sokan nem mennek be ugyanis konditermekbe. Vannak olyanok is, akik nem szállják rá azt a pénzt, amit egyébként ott ugye óhatatlanul rá kell szállni, hanem mennek a szabadtérre, ahol egyébként meg még egészségesebb, hiszen szabad levegő mozoghatnak. Nagyon nagyon a népszerűsége ennek az egész fejlesztés sorozatnak, ezért folytatni fogjuk a jövőben is. Március végén a nyírszőlősi, illetve a Malomkerti Sportpark gazdagodik futókörökkel. A nemzeti program keretében a kondi parkok telepítésének költségei teljes egészében az államája. a futókörök építéséhez azonban az önkormányzatnak 50 os önerőt kell biztosítania. Az eddigi nyíregyházi beruházások értéke megközelíti a 210 millió forintot.